Azért vagyunk médiacentrum, mert nagyon sokféle médiával kapcsolatos dolgot csinálunk. Van televíziónk, kiadunk újságot, és vannak online felületeink. A Mikka Makka családi napközi és játszóház nyári táborában résztvevő gyerekeknek mutatta be a Telepaks Média Centrumot Dallos Szilvia ügyvezető főszerkesztő július 13-án. Amint egy 20 táborozó ezen a héten különféle foglalkozásokat ismerhet meg a szervezők jóvoltából. Ezen a héten kisiskolás korosztálynak szerveztünk tábort, mesterségek tábor néven. Úgy gondoltuk, hogy ez érdekelné a gyerekeket. Igyekeztünk olyan mesterségeket belerakni a programba, amik érdekesek, esetleg már kiholt mesterségek, mondjuk ilyen az agyagozás. A tévé az nyilván nem a média, úgyhogy őket vártuk, és hála Istennek jöttek is szép számban. Lovász Krisztián vezető szerkesztő a műsorvezetés kulisszatitkait mutatta meg a gyerek. Elég jól látható, jól olvasható, szuper. Akkor nem is mondok semmit, akkor elindítjuk a felvételt, és akkor mehet. Beköszönés plusz első felkonf. Jó estét kívánok! Önök a Telepaks Weekend híradóját látják. Asztalos Fanni után Lizák Pető Nóra is elég bátornak bizonyult ahhoz, hogy kipróbálja a súgógépet, és megbirkózzon első olvasásra is a legnehezebb szövegekkel. Jó estét kívánok! Önök a Telepaks Weekend híradóját látják. Befejeződött a Cseresznyés Kertelni Iskola alapot javítása, jelenleg már rajztábort tartanak az intézményben. Társaik ez idő alatt a vezénylőből követték a stúdióban zajló eseményeket, ahol a televízió technikusai Szabados Ferenc és Kern Roland munkájába is betekintést nyerhettek. Kipróbálhatták a virtuális stúdiót, tengerparti tájra varázsolták őket a televízió munkatársai. Ott ültek a fehér homokon! A látogatás végén interjút adhattak a vállalkozó kedvű táborozók. Nekem nagyon tetszett ez az egész, hogy így a tévébe így belebeszélünk, meg a híreket mondjuk, hogy mi történik így a városban. Ez nekem nagyon tetszett. Megtudtuk, hogy a tévések hogy csinálják, zöld háttér van, és így oda tudják vetíteni be. Ötféle hátteret oda a zöld háttér helyett. Nekem nagyon tetszett igazából, így minden. Meg az is, hogy tudtam beszélni, meg hogy meglepődtem, hogy így tudok olvasni, hogy így megy a szöveg. A Telepaks Média Centrumnál nem a Mikka Makka csoportja volt az első látogató, jártak itt általános iskolai szakkörök, középiskolai osztályok is. Mindig örülünk a vendégeknek, annak különösen, ha gyermekek érkeznek a stúdióba. Jó dolog, ha már ilyen kicsiny korban ismerkednek a különböző szakmákkal. Nagyon kíváncsiak, nagyon nyitottak voltak a Mikka Makkás táborozók, érdeklődve hallgatták, hogy mi is a mi feladatunk, hogy mit csinál egy riporter, egy operatőr vagy egy vágó. Ez nekünk is jó, hiszen ők a jövő televízió nézői, újságolvasói. Számukra így már nem lesz idegen a Telepaks Média Centrum neve. Illetve amikor legközelebb találkoznak velünk egy-egy rendezvényen, már nem fognak megijedni attól, ha nyilatkozatra kérjük őket. A gyerekek távozásuk előtt egy kis reklámot is csinálhattak táboruknak. Még egyszer, Mikka Makka! Még egyszer!